Ah, France ball. Черт. Hey, hogy dobba, mit csinálsz? Tönkreteszed, inkább visszaadom a pénzed. Nem a pénz kell, revansot akarok. Nyugodj meg, Eddie, nyugodj meg, nincs semmi baj, nincs semmi baj. Ezúttal. Kopj le. Gyűlölnek a gépek, Nick. Üldözési mániát van, na, menjünk. Ez nem hülyeség, mint az állatok. Egyes embereket szeretnek, mások... K9000, az e-computer. A gépek is pont ilyen értelmesek. Ne a gépeket okold, Eddie, téged mindenki után. Ide figyelj, ez az a ház. Szinte hihetetlen. 6 rablás, 6 nap alatt, fényes nappal, és senki nem látott semmit. Hogy láttak volna bármit is? Mindenkinek Walkman van a fülén, és tranzisztor van a... Látod? Ha? Nézd meg! Na, tessék! Kész! Vége, Nick. Fölváltottuk a dinoszauruszokat, most a komputerek teszik ezt velünk. Ez lesz a nyugati civilizáció vége. Menj Hongkongba! Hongkongba? Hülye vagy? Ez a sok szemét mind onnan jön. Hé, ezt láttuk ma a körözési listán. Mit? Ezt a kék tragacsot. 3 fox, valami... 3 fox, 324. 3 fox, 324, ez az. Nyertél! Gyerünk, nyomás! Rendőrség, kezeket fel! Őt írom ki! Mi van, minden oké? Ez frászt, ez egy 400 dolláros zakó! Segítség! Segítség! Segítsen valaki! Kérem, segítsen! Azt hiszem, eltörött a lábam. 5000 dollár van nála. Hívják a rendőrket! 5000 dollár! Nem fog lábra állni. Nagyon fáj. Nyomás utánok. Gyerünk! Halló, központ! Itt a 3119-es kelet felé üldözünk egy betörőt. Fehér férfi! 30 év körüli kék Chevroleten menekül. A kocsi rendszáma 37772XP. A áldozat szerint 5000 dollár van nála. Szabad utat és erősítést kérek a 4-es szektorba. A 4-esbe vége? 311-es, ez már nem a maguk körzet, a más kapitánsághoz tartozik. Forduljanak vissza. A francba! Ahányszor csak szétlődik az akómat, mindig más kapja el a pasast. De nem most. Ez már nem a maguk körzete. Más kapitánsághoz tartozik. Halló, 311-es, jelentkezzen! Nem, akkor te biztosan kinyílsz. És leszedem a fejed. Vissza!
Eladta a pisztolytól! Ezennel le van tartóztatva. Jól ügyvédet fogadni, és joga van a hallgatáshoz. Hé, hey, ez Morgan Fairchild. Igen, a tárcához adták. De megmutatom a jelvényt is. Eddie, az üzletvezető. Mi ez itt? Maguk rendőrök? Maguk nem rendőrök? Összetörték az üzletemet? Maguk eszeveszett őrültek? Elárulnák, hogy mi történik itt? Itt, uram, fegyveres rablás. Erőszak. Nagy értékű rablás. $5,000 értékben. $5,000? Én köpök arra az $5,000-ra! És aztán jön az üzletvezető üvöltve. A próbababák és a készlet szarra szétever. Nem értem neked. Ennyire tetszik, amikor ilyeneket csinálsz. $2,800. Most leteszem. Ennyi a lopott pénz? Szerintem elszámoltad. Nem ennyi pénzt raboltak el, hanem te ennyi kárt okoztál. Nem beszélve a ripityára tört kocsiról. Hogy tudod ezt nekem megmagyarázni? Elromlott a fék? Ne bánts a társamat, kapitány. Remek érzéke van az emberekhez. Látta volna, milyen rendes volt a tanúval? Engem az egyáltalán nem érdekel, hogy hogy bánik a tanúval. De az igen, hogy mi lesz a gyanúsítottal. És miféle botrányokat csinál a szomszédos körzetekben. Kapitány, én mindig elkapom az emberemet. Mindig elkapod az emberedet? Mit gondolsz, ki vagy te, Monroe? Talán a Yukani Preston sheriff? 5 másodpercet adok neked, 5 másodpercet, hogy elfogadható magyarázatot adj erre a siralmas történetre. És ha nem tetszik a magyarázat, áthelyeztetlek a közlekedésiekhez egy rohadt triciklire, ahol csak annyi kárt okozhatsz, hogy lyukat rúgsz az aszfaltba, amikor elindítod. Halljuk! Gyűlölnek a gépek, uram. Már többször felhívtuk a figyelmet a környezeti ártalmakra és az ózon rétegre. Ezt tesszük ma is. Ma azok helyett szólunk, akik nem tudnak beszélni, a kis állatok helyett. Bíznak bennünk a kis aranyosak, mint például Sigurni is. De vannak, igen, vannak, akik elárulják ezt a bizalmat. Mint például a kegyetlenség bástyája, a Pfeiffer intézet is. Ó, igen, régebben tisztességes intézmény volt, én is tudom. Magam is adományoztam pénzt a kutatásaikhoz. De most miért nem válaszolnak az ellenük felhozott szörnyű vádakra? Hol van? Hol van az, aki cáfolja az élő állatokon folytatott kísérleteket, az oltásokat, a génmanipulációkat? Hol vannak? Ez az, ami odabent az intézetben, az orvosi kutatás örve alatt folyik. Rengeteg olyan ember van, akit ez felháborít. A kutatásaikat meg kell ismertetnünk a közvéleménnyel. Ezért gyűltünk ma itt össze. Először itt, aztán legközelebb kedden, amikor szívből remélem, hogy mindenki, aki egyetért velünk, eljön Safe Harbor-be, a veszélyeztetett fajok menhelyének ünnepélyes megnyitására. Hé! Hey! Hé! Hey! Hey! Harbor Lab! Hány állat kell még nekünk? Hé! Hé! Harbor Lab! Hány állat kell még nekünk? Hé! Hé! Harbor Lab! Elnézést, nem is tudom, hogy mondjam. Már adtam pénzt, amennyit csak tudtam. De mit segíthetnél még? Lehetne leleményesebb. Lengesse ezt. Harcoljon a természetért. Remek. Ó, de helyes kis macska. Hé, hé, fájfölöm! Hány állat kell még nektek? Hé, hé, fájfölöm! Nem is tudom, először bizgetett, aztán... köhögtem. Most már lázam is van. Talán megfáztam. Vagy az is lehet, hogy allergiás vagyok az állatokra.
Ebből elég, Danny. Nem jelentelek a mai napra betegnek. Menj haza, pihent ki magad. Kösz. Aztán nehogy fejbe vágjanak a retiküljükkel. Hé, hé, Fajterlef, hány állat kell még nektek? Hé, hé, Fajterlef, hány állat kell még nektek? Jó. Fantaliszt jelc. A tiédet, te, mészáros! Megvan a kulcs és a jelszó. Értem, vettem. Azonnal indulunk. Hogy nem sajnálja, drága papír? Figyelem itt központ. Figyelem itt központ. Guruljon át az utca másik oldalán lévő tilosban parkolóhoz. Vége. Mi az, bedöglött? A fenébe. Késő van már a jó kisfiúknak és a kislányoknak. De ha haza akarunk menni, rendet kell raknunk. A bonzerékeket tegyétek vissza szépen a megszokott helyükre, ahogy az előírás megkövetel. A monitorokra rakjatok valamit, ami lejüti őket a kellő hőfokra. A kutyaketrecekben 6 fokkal csökkentsétek a hőmérsékletet, és ellenőrizzétek a nitrogén-oxigén arányt. Ma hivatalosan is bejelentette a veszélyeztetett fajok számára... Mi a fenét akar ez a vén csoroszja? Ez a vén csoroszja az egyik legjobb barátom. Akkor miért nálad tiltakozik? Mert félreinformálták. És az igazságot még nem mondhatom el. A terminálokat kapcsoljátok ki, az adatátvitelt, ha jelt adok, elindítani. 5, 4, 3, 2, 1. A takarító személyzet a teljes öltözékét helyezze el a sterilizálóban.
Vége a napnak. Tűnés haza mindenkinek. Jó ét. Aztán menj állna. Tantalisz 9. Mi történt? Egy teherautó rakodik. Ilyenkor? Nem lehet engedélye. Volt kulcs a kapuhoz, utána nézek. Tantalisz? Itt Tantalisz 9. Minden rendben. Vettem Tantalisz 9. Vége. Most! Jó van, fiúk, igyekezzetek. Gyerünk, gyerünk! Itt valami nem stimmel. Beszéltem Tantalisz 9-el, de nem Johnson vagy Peterson hangja volt. Peterson. Megbetegedett. Szerintem minden rendben van. Johnson Harvey. Elérési kód 008. Beléphet. Engedélyezve. Köszönöm. Kösz, Harvey. Ezzel már a végeztünk. Gyerünk! Ellenőrzés megsértve. A kontrollszobát izolálta. A kontrollszobát izolálta. Nincs pulzus. Siessed! Jó Istenem! Tovább! Siessetek! A nejlonzacsókat! Mi van vele? Már nem él. Történik itt. Istenem, ne! Jó Istenem, ne! Hallgass! Hallgass! Tűnjünk innen. Fedezékbe, gyorsan! Izoláltuk őket. 4 óránk van ide bent. Az bőven elég. Gyerünk! Köszönöm.
Lerner! Őt nem láttad? Nem. Keresd meg! Megvan. Mindent, amit csináltak, és mindent, amit tudtak. Hol van az interkom? Ott. Add ide. Zárni az épületet, a szentségét. Követjük. Nem. Már túlléptük az időt 20 másodperccel. Úgy is elkapjuk. Kiszámítható. Figyelem, figyelem. Illetétlenet személyt tiszteltem a belépési folyosóval. Jelentkezzen az őrség. Gyere, siess már! Mehetünk. Riasztották és lezárták. A mérleg halott és egy életveszélyes sebesült. FBI-os. Van valami híre? Pont a kulcsontja alá kapta a golyót. Megúszta, egy spinél eltűnt. Dr. Ishia Turner. Hello. Nyomtalanul eltűnt. Ő az egyetlen túlélő. Mit gondolsz erről? Talán ott is sáros valaki. Miért ölne meg bárki is egy állatkutatót? Vagy egy növénybuzit? Nick. Hívd fel a tévét, és kérd a videóst. Hogyan, Eddie? Az állatvédők nem... Nem őket gyanúsítom. De lehet, hogy valakik a tüntetést használták átszázásnak. Ha így van, rajta vannak a felvételeken, amint készülődnek. Utána nézek. Eddie, van még valami. Ha ennek az ügynek vége, újtárs után nézek. Nem rólad van szó. Szeretlek, mint a testvéremet. De a múlt hónapban megint csak elkerült az előléptetés. Attól tartok, hogy ez a te rossz híred miatt van. Nem szívesen teszem, Eddie. De a jövőmre is gondolnom kell. Megértem. Joe is ezt mondta, amikor ott hagyott. Monroe, ezt el ne szúrd. Semmi hősködés, elromlott fék, semmi melltartó. Bármit is találsz, viszed az FBI-nak. Kérdés van? Igen. Mit keres egy szövetségi ügynök egy magánintézetben? Tehát, Mrs. Whittington, nézze végig a videófelvételt. Hát, ha talál rajta valakit, aki nem oda tartozik, vagy valamiért gyanús. Majd én kezelem. Ó, Sigourney! Nézd ott a mami, látod? Nos, asszonyom, lát valakit, aki gyanús ennek? Mindegyik az. Annyi ember volt ott, én sajnálom, sokokat nem ismerem. Ó, Sigourney, ha beszélni tudnál. Igen.
Úgy hallottam, hogy Isten az állatoknak csodás ösztönt adott. És az igazi állatbarátok szintén rendelkeznek vele. Ozmózis útján. Nem így van, Mrs. Whittington? Igen, mindig is így gondoltam. De szólítson Ednának. Edi. Edna. Nos, figyeljen rám. Gondolja, hogy én vagyok az egyik, akit nem ismer. És oda ment magához a transzparensért. Oda megyek, mosolygok, aztán elcsevegünk, kezet fogunk, és megfogok egy táblát. Igen, már emlékszem. Idősebb volt, és nem olyan jó képű, mint maga. Nagyon elegáns ruhában volt. Magas és szürke hajú. Keresse meg nekem. Nem, 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 nem. Ott ő az, igen, igen, ő az, az ott balra. Igen, igen, már emlékszem, igen, aligátor cipője volt. A barátaim sosem hordanának ilyet, az is veszélyeztetett faj. Először azt hittem, biztosan műbőr, de tévedtem, nem az volt, ugye nem? Nem. Nem bizony, ő lesz az, ugye? Azt hiszem ő. Biztosan ő. Na mi lesz, Banks? Addig akarja nézni, míg ki nem esik a szeme? Ez az a pasas, vagy nem? Nehéz megmondani. Olyan gyorsan történt. Alig láttam valamit. Valaki már azonosította a videó alapján. Gondolkozzon. Ő az. Igen. Ő jött be először. Ő az, aki elkapott. Vidd be a kapitányságra és azonosítsátok. Banks, maga ismeri Dr. Turnert, az angol nőt? Látta elmenni? Velem volt a támadás idején, és most eltűnt, vonja le maga a következtetést. Még egy kérdést. A Piperben, Elfben biológus ajtőz dolgozik. Favédők, bálnamentők. Maga mit keresett ott? Ezt csak bizonyos személyek tudhatják. És maga nem tartozik közéjük. Hogy nem? Danny? Maga még nálam is rémültebbnek látszik, pedig nekem aztán megvan rá az okom. Fél tucat kollégámat és barátomat ölték meg hidegvérrel. Magának szerencséje volt, mert korábban ment haza. Doki, sietnem kell. Ha más nem akar mondani, engedjen. Ki kell érnem a reptérre. A mamája beteg? Valahogy úgy. Nem! Bocsát, de... Sem én, sem a rendőrség. Hamarosan tudni fognak a betegségéről, és nem lesznek ilyen barátságosak, mint én. Maga nincs eszénél. Tud valamit. Vagy maga is bűntárs. Danny, én nem hiszem, hogy börtönbe vágyik, de ha elmegy a városból, én hívom a zsarukat. Szerintem magának sem hiányoznak a rendőrök. Sőt, inkább el akarja kerülni őket. Kár az időért. Fogalma sincs, ki kell a szemben. De van. Zeiss? Anton Zeiss? Igen, én is ismerem. És láttam, hogy mire képes már 5 évvel ezelőtt, és nem csak most. Csak nem gondolja, hogy elbújhat előle bárhol is. De nincs csak egy esélye van. Mégpedig én.
van tartóztatva! A francba! Mi az? Maga még a rendőröket is megtámadja. Morgan Fairchild, engedjen! A tárcához adták. Elnézést, hölgyem, de mára a meglepetésekből elég volt. Jó formában van. Konditeremben jár? Pervers! Doktornő, magát körözik, hogy kihallgassák. Egy gyilkossági ügyben mind gyanúsítottat. Ártatlan vagyok! Valóban? Az ártatlan emberek nem szoktak minduntalan hullákat hagyni maguk mögött, és nem lövetik szét mások sevjét. Magát csak ez érdekli? És az, hogy Dennyt is lelőtték? Igen. Ezeket a lyukakat hogy fogom megmagyarázni? Na, keressük meg a főnököt. Ne! Ne, kérem, ne vigyen be, még ne! Szó sem lehet róla. Adjon egy percet. Aztán azt tehet, amit akar. De lehet, hogy lemarad élete legnagyobb ügyéről. Még 55 másodperce van, beszéljen. Hát, az egyszer biztos, hogy nagyon pocsék modora van. És a rossz modor sohasem tesz jót egy karriernek. Viszont egy látványos esettel még javíthat rajta. Maga okosabb, mint gondoltam. 34 másodperc. És ne próbáljon azzal elkápráztatni, hogy a kormány érdekelt az ügyben, mert arra magamtól is rájöttem. Maga is okosabb, mint gondoltam. Na jó, mit szólna hozzá, ha elkapná az összes gyilkost egy helyen még ma? 2 másodpercet megspórolt. Nem is rossz. Hogy kapjuk el őket? Menjetek, jelentsétek! Itt Zeiss. Az állatkereskedés elköltözött. Minden adat és minden berendezés a miénk. Az osztályelsőnk életfenntartón van, és hamarosan kibújik a bábból. Úgy 90 perc múlva. Ha szükséges, felkészülünk az altatására. De bajban vagyunk az idővel. Nincs módos. Tudom, a tervet tartani kell, de... Elég a mentségből. Egy perc türelmet. Anton? A pasas kész. Köszönöm, Mr. Zeiss. Köszönet a fáradtságodért, öregem. Sok szerencsét. Elnézést, hol tartottam? A tervet tartani kell. Sajnos a rendőrség közelebb jutott hozzánk, mint gondoltam. Mondja meg a barátjának a tengeren túl, hogy gyorsítanunk kell a menetrenden, biztonsági okokból. Én addig is megteszek mindent, hogy a rendőrséget visszatartsam. Rendben beszélek. Igen. Viszlát. Viszlát. Információim szerint a pasas Danny lakásánál zsaru volt. Eddie Monroe. De is ki mennyit tud? És kinek mondta el? Aztán? Mit tudom én? Csinálj belőle salátát. Mégis mit gondoltál? Ugyan már, Doki? Ennyire nehéz beszélni vele. A neve Anton Zeiss. Ismertem Libanonban. A hírszerzésnek dolgozott. Ez furcsa. Nem emlékszem, hogy láttam volna ott magukat. És azt sem tudtam, hogy az angolok nőket is besoroznak. Végzős diákként voltam, ott állatokkal foglalkoztam. A kormány adta rá a pénzt, és vitette oda az egész csoportot. A tengerészeti őrkutyák kiképzését akarták felgyorsítani Beirutban. Én nem értettem egyet a dologgal. De ki akartam próbálni az elméletemet. Na, a kormány későn cselekedett. És amikor el kellett jönnünk, a kutyáknak nem jutott hely. Zeiss azt mondta, hogy a terroristák ellenünk használnák fel őket. Ezért lelőtte mindet. Egytől egyig. Amikor újra megláttam, arra gondoltam, ha a kormány áll a Piper támadás mögött, sose lesz ennek vége. Ezért menekültem el, és nem mentem a rendőrségre. Itt forduljon be. Még nem mondta el, mi volt az egésznek a célja. Áttörés az állatkísérletek terén. Úgy, hogy az állatok és az emberek hangösszeköttetésben felügyelnék a vadasparkokat, és őriznék az állatcsordákat. Értem. Ezért volt egy FBI-os ügynökük is. Mi az ördögről beszél?
Thomas A. Banksről beszélek, akit az orra előtt lőttek le, emlékszik? Láttam az aktáját. Banks az FBI-nak dolgozik. Tudja, jelvény, Stucker, fedőnév. Nem tudom, mit mondjak. Kezdje azzal, hogy elmondja, mi van abban a kis dobozban, amit üldözünk. Itt vagyunk. Nem kéne bagóznod. Rossz szokás. Jó éjszakát. Honnan tudta, hogy itt vannak? A fickó, akivel találkoztam, nem a házmester volt. Amikor a Pipernek kerestünk helyet, csak néhány pont volt a városban, ahol folyékony nitrogént tároltak. Ez nekünk túl romos volt és távoli, de Zeiss számára tökéletes. 1-9, kössön össze az északkeletiekkel. Nem mondhatja el senkinek. 1-9. A társam nem is egy senki. Kivel akar beszélni? Nick Sanriót kérem, Szivi, de gyorsan. Kapcsolom. 4 éve vigyázunk egymás bőrére, az életemet is rábíznám. Andy, hol a pokolban voltál? Hosszú történet. Van egy ceruzád? Aha. A pasas neve... Zeiss. Anton Zeiss a hírszerzésnek dolgozott. Igen, de remélem csak dolgozott a hírszerzésnek. Most a Kostláv Industrial Park 4-ben vagyok. 2. raktár. Azonnal gyere. Zeiss emberei azt hiszem odabent vannak. Már is indulunk. Mi folyik ott? Mire ideérsz, mindketten tudni fogjuk. Vége. Gyerünk, fiúk! Egy társunk bajban van! Mozgás! Legalább ezt nem szúrták el. K9000. Az meg mi? Egy álom kezdete. Értettem? Pontosan. Megyünk. Tudják. Tudják, hogy itt vagyunk. Ждите здесь. Пожарный выход. Ah!
Hölgyem, azt hiszem, jobb, ha eltűnünk. Jöjjön! Ez meg mi? A báb illeteke. Ideje volt. Remek. Jöjjön! Menjünk ki! Ne, ne, még nem! Hát nem érti. Ugye? Egy kutya? Az egész egy kutya miatt. Na, tűnjünk innen a fenébe. Nem, kompem nem jöhet, amíg a köldögzsíron el nem válik róla. Majd én viszem a kis szarházit. Utánam jön. Nem, mit maradok a fiúkkal pókerezni? Persze, hogy jövök. Induljon már. Eddie, meg kell semmisítenie a dobozt. Nem kerülhet rossz kezekbe. Már is rossz kezekben van. Majd én elintézem, menjen már. Ezt miért kaptam? Hát, ha nem lesz rá több alkalom. Installációs kód aktiválva, adatok rendben. Installáció után önmegsemmisítés. Folytassam, igen vagy nem? Önmegsemmisítés. Ez jól hangzik. És megtörtént. Öt, négy, három, kettő, egy. Mi az, hogy nem találjátok őket? Akkor gyerünk tovább keresni. Ez azért nem a perzsölgő odakint. A dagály kiveti őket valahol, ha meghaltak. És ha nem? Pofa be! Mi az? Enriquez nem tudott tovább várni. Felszedte a horgonyt. Most mi legyen? Hogy mi legyen? Ha még élnek, megtaláljuk őket. Ez nagyszerű. De vigyázzon, hogy az ételszállító autók a kapun kívül maradjanak. Nem lesz túl messze a partitól? A partit a környezetvédelem érdekében adjuk. Ha azok a ronda kocsik kimaradnak, az nem is rossz kezdet. Értem. Egy perc az egész. A barátnőm majd ad pénzt. Nem esett baja? Csak óvatosan. Így né. És jó, mi történt? Gyere be gyorsan, gyere! Gyere! Hogy kerültem haza?
A tárcádban megtaláltam a címedet, és hazavonszoltalak. Félig ájult voltál, de az úszásban segítettél. Ja, igen. Tudták, hogy ott vagyok. Az elejétől fogva a nyomomban voltak. Valaki informálta őket. De ki? Ezt könnyen kideríthetjük, Edi. Kivel beszéltél utoljára? Csak Nicknek mondtam el, de benne tökéletesen megbízom. Lehetséges, hogy... Szentséges ég! Egy pillanatra azt hittem, hogy beszélsz. Padarság. A pofád nem mozog. Arra nincs szükség, Edi. A fogadó mikrocsipen át hallasz. És te vagy az egyetlen, aki erre képes. Fogadó mikrocsip? Igen. Amit a K9000-es egység beültetett a fejedbe. Persze nem rád gondoltak eredetileg. A program szerint önkéntesek közül választottak volna. Gondolod, ezért dühösek lesznek? Én nem. Te csak egy kutya vagy. 8 év kibernetikai kutatás eredményére nem mondanám, hogy csak egy kutya. Úgy viszonyulok egy kutyához, mint te egy majomhoz. Ennyi a különbség. Én... Biztos álmodom. Csak erről lehet szó. Ne beszélj butaságot, Eddie. Az álom a remalvás eredménye. Azt pedig az emberi szem gyors mozgása jelzi. És a tiéd nem mozognak gyorsan. Nem. Csak mélyen ülnek és véreresek. Az adatbankom szerint ez vélhetően az alkohol következménye, amit fogyasztottál. Adatbank? Adatbank? Nem vagy igazi kutya? Hanem kompjúter? Nem egészen. Kutyaféle vagyok beültetett kompjúterrel. A Keku program része. Kutyafélék emberesítése kibernetikus úton. Az lehetetlen. Bemutassam. Oké. Körülbelül 30 éves vagy. A UCL ére jártál, ahol boxoltál is, mielőtt kidobtak volna. Jelenleg a rendőrségnél dolgozol. Jelvényed száma 9967. Legalább 3-szor tüntettek ki a bátorságodért, de le is fokoztak. A kapitányság kutyarészlegéhez osztottak be, amíg kutyapartnered meg nem halt. Gyakori, de rövid viszonyt folytatsz különböző nőkkel. Külsődet nézve hanyag és ápolatlan vagy. Ezt hogy csináltad? A korodat vizuális és hangmodulációs úton határoztam meg. A díjaidon és a diplomádon szereplő dátum magáért beszél. A kitüntetéseid azon a táblán vannak. A fotókon több rang is szerepel, tehát lefokoztak. Az újságkivágásból megtudtam szerencsétlen kimenetelő kapcsolatodat a kutyás osztaggal. Na és a nők? Azt megszivatoltam. A tránságomról honnan tudsz? Hát, azt is megszivatoltam. Na ne... Látod ezt? Mulasd fele jól!
de tűnj el, mire felébredek. Mi van? Mivel? Nem futsz utána? Nem. Miért kellene így tennem? Várj csak! Ezek szerint nem tudod, mi az? Dehogy is nem. Nos hát, ez egy rugalmas műanyag. Bolyhos szövet fedi kívülről, átmérője 6,5 cm. UUAD kóddal van ellátva. Ez egy teniszlabda, te marha! A feliratot fordítva olvastad le, P-E-N-N! Azért nem kell kiabálnod. Tenisz, mi? Megnézem az adatbázisomat. Ja, játék! Négyszögletes pálya, ütő, labda. De várj csak! Azt hiszed, egy kutya meg tud fogni egy ütőt? Nem akarom, hogy ütőt fogj. Csak hogy menj a rohadt labda után és hozd vissza! Ha szükséged van rá, miért dobtad el? Mondd, hogy csináltak egy normális kutyából ilyet, mint te? Én nem voltam normális, Eddie. Koraszülött voltam koponya defektussal. Turner doktornő megmentett és az inkubátorba rakott felépülni. Felépülni? Felépülni miből? A kibernetikus operációból. Meghaltam volna, ha nem végzi el. Egyébként is csak a felesleges részeket dobta ki az agyamból. Mégis... milyen részeket? Hát... Kutya részeket. Nos, igen. Ő volt a kutyád, ugye? Igen. Fegyveres támadás volt. Helyettem találták el. A karjaimban halt meg. Többé nem történhet ilyen. Eddie, nem fog újra megtörténni. Esküszöm. És ja, nem tudom, mi szörnyűbb, az asztali szokásaid romlása, vagy amit az adományaimmal csinálsz. Ha a kapitány élne, nem is tudom, mit szólna. Edna, esküszöm neked, a programom segített volna az állatokon. Képzeld el, ember és kutya együttműködik a vadasparkok felügyeletében. Vagy az állatkerti állatok gondozásában. A lehetőségek száma óriási. Akkor meg mitől félsz? Ha ez a CEISZ el is árult, mi kárt okozhat egy ilyen békés programnak, mint a K9000? Ugyanilyen módon embereket is lehet irányítani, és nem csak állatokat. Az, ami távol tartja az orvadászt a vadasparktól, felhasználható ellenséges katonák, vagy civilek ellen is. Ó, kedvesem, erre nem gondoltam. Most majd meglátjuk. A kapitánynak is nekem sok barátunk van, befolyásos barátaink. Némelyik nagyon is virul, akár csak én. És ott lesznek a mai partin, majd beszélek velük. Megtalálják a fiatalembert, aki miatt aggódsz, és megtalálják a kutyát is. No, meg gondjuk lesz CEISZ úrra is. Mrs. Whittington! Tessék! A sofőr készen áll, hogy elvigyel megnyitó ünnepségre. Ó, és ilyenek is nekem még át kell öltöznünk. Mondd meg neki, hogy várjon csak türelemmel. És egy úr van itt a polgármesteri hivatalból, a Safe Harbor-i engedélyügyében. Engedély? Már rég elintéződött. Jó napot, hölgyeim! Sajnos az utolsó pillanatban változás történt a programban. Dr. Turner, biztos vagyok benne, hogy ráveszi a barátját. Az együttműködésre és a diszkrécióra. Konrad, kérem, távozzon. Á, te. Hé, hey, Blöki, mit találtál? Egy. Nem Blökinek hívnak. Kettő. Nem szeretem, ha sürgetnek. Egy pillanat.
ha nem tartják... Egyértelműen itt járt. ...előírásokat, nem vállalok el előséget maguk. De akkor nem tudjuk tartani a határt. Nem érdekel, nem akarok maguk miatt a börtönbe kerülni. Megértették? Hát persze, innen telefonált. Telefonált? Kinek? Kibernetikus vagyok, nem telepata. Lássuk csak. Oda ment, aztán megállt. Aztán... Ezt nem értem. Felé és alá járkált. Ez az udvarlás bevett formája a madaraknál, de embernél nem. Mit csinált? A taxira várt, amit hívott. Csak a diszpécsert kell megkérdeznünk. Szent Isten. Egy pillanatra megkaphatnám? Hé, mit csinál? Megőrült maga? Dehogy. Tessék, két dolcsi, oké? Jó, rendben van. Kösz szépen. Ezért nem érkezett meg. Edi, valaki túljár az eszünkön. Valaki, aki nagyon jól van informálva. Nem szívesen mondom, ki legyen axom. Dr. Asia Turnerre. Az lehetetlen, Edi. Ezt meg honnan veszi a komputer agyat? Nos, az illata pompás, és a szeme is szép. Igen. Én is észrevettem, de ez alibinek kevés. Van egy másik gyanúm is. Telefonálok egyet. Ez meg mi a frász? Szereztem neked külön vonalat. Félelmetes. Ugyan, csak celluláris. Delilio kapitány! A közvetlenen keresünk. Delilio. Kapitány, itt Eddie. Monroe. Már azt hittem, kinyírták. Mi a fenét művel? Ha én azt tudnám, kapitány, boldog ember lennék. Furcsa a hangja. Rádiótelefonon hív? Úgy se hinné, ha megmondanám. Megnézem ezt a fickót. Békén hagyna? Hagyjon békén. Menjünk. Kapitány, higgyen nekem. Rám lőttek, megvertek, vízbe fúltam a társam az intenzíven. A disznók egy lépéssel mindig előttünk jártak. Valakitől odabent füleseket kapnak, ez az egyetlen magyarázat. Arra gondolsz tőle? Tudom, mennyire szeretsz, kapitány. De te már rég elintézhettél volna, más van a háttérben. Kinek szóltál Nick Zeissről és az elhárítási kapcsolatról? Nem értem, miről beszélsz. Zeiss áll az ügy mögött, Nick nem mondta? Nem láttam tegnap óta, amióta bevitték a kórházba. Atya Isten! Egyszer már megpróbálták megölni. Lehet, hogy újra megpróbálják. Oda bent találkozunk. Kompem, ott maradsz, mindjárt jövök. Bocsánat, láthatnám a belépőjét? Eddie. Ne kerülj megint bajba. Engem ez éltet. Épp kiléptem az ajtón. Tudom, rosszul esett, amit mondtam, de az üzlet ilyen. Keddenként rám jön. Tudom. Én mentem volna az ördögbe is. Társak vagyunk. Igen. Ne vedd a szívedre. Rendbe jössz. Ha nem, hurcolni fogom a koporsódat. Ilyen könnyen tőlem nem szabadulsz. Bemehetek? Minden rendben. Siess! Megyek. Mérjük meg a pulzusát. Hogy van? Kérdezem, hogy van? Változatlan. Eddie! Hozzád beszélek. Valaki a hírszerzésnél piszkosan játszik, Delilio. Lehet, hogy csak egy spicli, de lehet, hogy komolyabb az ügy.
Ha elmondom, amit tudok, titokban tartod? Nem tehetem. Túl nagy ügy. Akkor viszlát. Hé, várjál! Nélküled unalmas az élet. Igazán nagyon szép. Távol az országúttól, szeparált, tágas tér. Gondolom, ezek már a meglévő épületek. Hó, és ez a múló. Kapóra jöhet még. Hív fel Enriquezt. Mondd meg neki, plusz pénzt kap, ha Katalinánál visszafordul. Mondd meg neki, hogy kiköthet Safe Harbornál, mondjuk naplementekor. Ennél az épületnél, ha a partinak vége. Piperék felszerelését itt fogjuk tárolni. Értettem, uram. Mr. Chase, pontosan 2 óra múlva 150 vendég érkezik hozzám, és ha nem találnak itt, új társakat kap kis játékához, mégpedig kizárólag a rendőrség köréből. Dehogy nem találják itt. Egyszerűen csodálatos lesz, amint felvágja az ünnepi tortát. De rólam egy szót sem fog ejteni. Különben kedvenc tanítványa lehet, hogy Safe Harbor első frissen feldarabolt halcsalija lesz. Ezzel mire akar célozni? Monroe él, doktornő. És az a négylábú szörny is, amit maga létrehozott. Ketten együtt remélem rájönnek, hogy hol van most. Hogy megölje őket? Nem. Most derül ki, hogy mennyire jó orvos maga, doktornő. A sebészetben. Itt van az utcában. Nézzük csak. 1701, 1703, ez lesz az. A taxisofőr szerint is itt szállt ki. Elég sokat kerülheted, mi? A jelenlegi becslés szerint az értéke 6.200.000. Ezt honnan tudod? A város iratait belém táplálták. Egyébként tudod, hogy 5 fizetetlen parkoló cédulád van? Hú, mi az? Te, Eddie, mi az a valami? Az adatbank alapján nem tudom azonosítani, de nem is hiszed, milyen érzés akárcsak ránézni is. Hú. Hú. Nem is vagy te reménytelenesed. Washington rezidencia. Szóljon Ednának, Eddie van itt, és ját keresem. Mrs. Whittington és vendége Safe Harborba mentek, uram. Safe Harborba? Az avatás ünnepségre. Üzembe helyezni az ottani állatmenhelyet. Eddie, Chase itt volt. Chase? Biztos? Egészen biztos. Dr. Turnerrel távozott. Gyere. Rengeteg csodás órát töltöttem itt néhai férjemmel, a kapitánnyal, amikor még a tengerészetnek ez a parkja tele volt élettel, családokkal, gyerekekkel. De most újra életre kell, új családok népesítik be. A veszélyeztetett fajok segítségünket kérik. És most a természet bocsánatát kérve. Felavatom ezt a menhelyet a világ veszélyeztetett fajai részére. Safe Harbor! Bocsánat! És most remélem velem tartanak egy pohár pezsgőre és hors d'œuvre. Mr. Zeiss, Dr. Walden. Örvendek, Mr. Zeiss. Túl előkelőek a vendégek, Eddie. Tartok tőled, Zeiss azonnal felismer ebben az öltözékben. Értettem, tanító úr. Lásson munkához.
Légy nagyon óvatos. Ha látnád ezt a kis pögyöst, akivel randizom. Tényleg? Prima csaj. Első osztályú. Hová lett az akó? Hát ez én a drágom. Hello, Jackie. Jó szórakozást. Üdvözlöm. Kutyával jött? Igen. Nagyon aggódik a társai sorsáért. Ez Morgan Fairchild. Úgy van. A menedzsere vagyok. Minden percben itt lehet, hogy lendítsen ezen a nemes ügyön. Ha a filmes stáb megérkezik, rögtön küldje őket utánam, baby. Köszönöm. Adj egy kis időt, Eddie, amíg megkeresem Dr. Turner tartózkodási helyét. Figyelj, kompeb, nincs komputer agyam, de világ életemben kiszúrtam a csinos nőket. Én most is. Kompeb, vigyázz! Feküdj, hol van Eddie? Itt vagyok. Tisztában vagy vele, mekkora veszélyben vagytok. Celszék itt vannak. Tudom. Tényleg? Azt is tudod, hogy este hajó érkezik, és az összes berendezést kicsempészik az országból? Hívunk segítséget. Ha? Mi ez? Te jó ég! Beléd van ültetve? Hogyan? Nos, nem értek a gépekhez. Még mindig úgy érzem, egy összvér rúgott fejbe. Hey, nyugodj meg! Te nem tehetsz róla. Már nem is fáj. Tényleg. Könyörgök, és jó. Hagyd abba a pityergést. Nincs miért sajnálnod. Nyugodj meg, kérlek. Sajnállak? Te felbuvalkodott bolond. Azt hiszed, téged siratlak? Kompeb miatt aggódom. Olyan társat szántunk neki, akinek a jelleme és a származása tökéletes. Származása? Igen, a származása. Akitől tanulhatna, csodálhatná, kiegészíteni. De ki tudja, hogy mi minden tanult tőled? Én megmondom, mit tanult tőlem. Azt, hogy ő nem kutya, és hogy meg kell rágni a csontot. Maga túllőtt a célon, uram. Kegyed lőtt túl, hölgyem. Tudja, én mit mondok? Szerintem mind a ketten túllőttek a célon. Szóljon rá, hogy legyen jó kutya. Különben lelövöm. Ezt nem kell feldolgoznom. Akkor mi most megyünk? Sok ártatlan ember látná kárát. Különösen Dr. Turner. Na és mihez kezd a 150 tanúval? Asia, kompeb, megyünk. Lőni fogok. Csak blöffel. A hangja és a testtartása alapján nem. Kutyák ne játszanak pókert. Gyerünk. Csak meg ne állj. Bocsánat. Sikerült, Eddie. Bár ezt nem tudom feldolgozni. Nem is arra szántam. Hé, Mondro! Szerencse, hogy erre járt. Attól tartok, Mondro. Nincs igaza. Dönts el. Tönkre tesszük a hölgyek partiát, vagy sem?
Mit akarsz? Eddie, drágám, csak az eredményt akarom látni. Igen, te. De velem mi lesz? Velem aztán jól kitoltak. Én vagyok az egyetlen pasi, aki utálja a CD-t, a kompjúterdumát és minden egyéb tranzisztoros ketyerét. És nekem jut az igazi átok egy kikapcsolhatatlan csatorna. Élveztem is vagy fél percig. De tudod, mit vesztettem? Mit lopott el tőlem? A magányt. Úgyhogy hullass csak nyugodtan krokodilkönnyeket. És tűnj el a pokolba. Kész örömmel. Dr. Howard, Dr. Fine, Dr. Turner, menjünk a műtőbe. A Blöki már ott van. Fogja már fel, hogy nem Blöki a neve. Figyelj, Howard, ha az implantátum eltávolítása nem elég fájdalmas, örömmel részesítelek a nagyobban is. Vigyétek! Fiatalember, kitiltatom minden étteremből és klubból ebben a városban. Implantátum eltávolítása, kraniális szken. Magára vállalja? Igen. Gyorsabban! Mr. Zeissnek szüksége van a készülékre, mielőtt elmegy. Gyorsan csináljam, vagy jó? Mindkettő kívánatos. Szíjazzák oda! Gondolom, nem ismeri az amerikai technikát. Hallott már Dr. Nicky Finnről? Nem. Sohasem. Kraniális szken kész. Fókuszpontok rögzítve. Eddie, segíts! Eddie, kérlek! Implantátum eltávolítását megkezdem. Kettes szektor implantátum eltávolítás. Mágneses mező stabilizálva. Implantátum eltávolítás, mágneses mező. Eddie. Köszönöm, Eddie. Nem is tudod, milyen borzalmas volt. Ebben tévedsz. Mit mondott Eddie? Azt kérdezi, a biztosító fedezi az egészet. Mit gondolsz? Hozz ide a pisztolyt. Jól van, kompeb. Most pedig hívjuk fel Delilio kapitányt. Ha a celluláris audio interfészemre gondolsz, tartok tőle, az a szörnyű szerkezet tönkretette. Be kell mennem egy szervízbe. Pont olyan vagy, mint a sevim. Gyerünk. Harminc perc múlva indulhatunk.
Mi tetszene jobban? Rio vagy Buenos Aires? Nem számít, a kaja kb. Egyforma. Igaz, Rióban van nudista strand. Eddie, mire a segítség megérkezik, az egész felszerelést hajóra rakják, és a jóig tudja, hová viszik. Na és ha előbb tönkreteszem? Ha jól sejtem, velem akar jönni a női mosdóba is. Tudja az édesanyja, hogy mivel foglalkozik? Tegye tudomásul, utálom az erőszak. Le a földre! Jól vagy. Meg vagyunk, Edda. Most tűnjön el. Mi? Ne vitatkozzon. A bálnákat holnap, a bőrét ma mentse meg. Lenyűgöző modora van, ugye? Örülök, hogy tetszik, mert te is velem ész. De én... Semmi de. Felhívod a főnökömet, Delilio kapitányt az északkeletiektől. Idehozod a rendőrséget, a tengerész gyalogosokat, bárkit. Ezt tedd el. Szükséged lehet rá. Most pedig tűnés. Gyere, Kompeb. Látod? Nem. Gyerünk innen. Hé, gyere vissza! K9000-es program diszkjei Zeissnél vannak. Az adatok alapján egész hadsereget kreálhat. Meg kell állítanunk. Kompet, várj! Thank you.
meg itt a rendőrséget. Imádkoztál, remélem. Gumbeb, azt hittem már nem is élsz. Tartsd ki, Eddie. Foglak. Gyere. Semmi baj, Eddie. Velem nincs baj. Van még három épp lábam. Igen. Én is élek. Azt hiszem, elkéstünk a letartóztatással. Még nem is kérdeztem. Embereket is gyógyít? Nem, sajnos nem. Nagy kár. Egy póker csatához. Ha nyersz, nem bánom, szerzek a sevithez új szélvédőt. Túl könnyű lenne. Ha jó lapod van, csóváld a farkad azonnal. Jobb ötletem van. Szerintem ideje lenne... Hé, fiúk! Nos, sokat kellett érvelnem, meg fenyegetőznöm, de inkább engedtek, mint hogy újat húzzanak befolyásos emberekkel. Szóval újra kezdjük az egész programot. Kb. 4 évbe telik, amíg igazán belelendülünk. Eközben ti ketten lesznek az első lépcsőfok. Szerintem a rendőrmunkánál nem rosszabb az állatparki felügyelőség, nem gondolod? Ez már igen, Doki. Ez defi. De most, ha nem haragszol, a társamnak és nekem randevunk van a sorssal. Eddie? Nos? Amiket mondtam, hogy nem felelsz meg erre a munkára. Igen. Sajnálom. Tévedtem. Egész normális fickó vagy. Tényleg? És kezdek rájönni, hogy a világnak szüksége lehet több ilyenre is. És azt hiszem, hogy jó hatással lennél Kompebre is. Hé, hey, Romeo! Ne a csajjal dumálj! Inkább játszunk! Azt hiszem, igazad van.
Na mi ez? Labda. Úgy van. És most mit tesz a jó kutya? Hey! Jó kutya! Фильм озвучен телекомпанией НТВ+.